Az LSV VTC speciális dobószámok országos bajnokságának adott otthont a Tamási Atlétika pálya, tudtuk meg a helyi atlétikai egyesület szakosztályvezetőjétől. Az országban több állomás között vannak a bajnokságok, több város rendezi meg ezt a bajnokságot, és az egyik állomás tulajdonképpen Tamási, elosztottuk egymás között a versenyszámokat. Az LSV-nek egy olyan jellegű versenye, ahol az összes versenyző megméretteti magát abban a szerben, és megpróbál országos bajnoki címet szerezni. Nálunk a speciálisnál speciális számok vannak, ugyanis lesz a történelmi nehéz súlyvetés az egyik, ami a férfiaknál 25,4 kg-os, a hölgyeknél 12,5 kg-os ez a szer. A másik az úgynevezett igmándi kalapácsvetés, ami hölgyeknél 5 kg-os, a férfiaknál korcsoport szerint 5-8 és 13 kg-os, valamint a kalapács három próba, ami történhet egy kézzel vagy két kézzel, annak a dobása, de a korcsoportnak megfelelően háromféle szersúllyal történik. A legnehezebb az 15 kg 88 deka, a férfiaknál a legkönnyebb meg 3 kg-os, a hölgyeknél 3-5-7,5 a szersúlya. A dobóbajnokság résztvevőinek egyesületi tagsággal kell rendelkezni, valamint orvosi alkalmassági bemutatása is szükséges. Nem sportorvosnak kell igazolni, mert ugye ez nem olyan jellegű, ami úgymond kiemelt, hanem csak sima házi orvosi igazolás alapján, valamint az időbeni nevezést kell megtenni, hogy ezen részt vehessen, mert helyszíni nevezés már nincs, mert másképp nem biztos, hogy fel tudnánk úgy készülni. Na most az, hogy valaki kezdő, az nem probléma. Nagyon kevés szer van jelen pillanatban az országban ezekből a szerekből. Az egyik garnitúra nálunk van, Tatabányán van a másik, és Nagyigmándon meg Kiskuhalason van a többi. Tehát mindenki saját magának próbál otthon készíteni ezekből a méret alapján, és elég komoly technikai része is van, meg fizikálisan is. Tehát rengeteget kell kondizni, mert másképp nem biztos, hogy bírná az izomzata, meg nagyon sokat kell a mozgást gyakorolni ahhoz, hogy jól tudja megcsinálni, és mellette hozzáteszem azt, hogy mivel ezek jó része körből van, tehát kell egy olyan hely, ahol a megfelelő méretű körbe tudja gyakorolni ezt a mozgást, és napi, hát én szerintem hetente 3 napot kell legalább edzeni, és ilyen napi 2 órát. A Tamási Egyesület szép számmal képviseltette magát az országos szintű megmérettetésen. Közel 20 versenyző lesz az egyesületünkből, tehát a jelentősebb részét mi adjuk igazán, mert mivel nagyon nehezek a szerek, itt nagyon sokan nem vállalják már ezt be, főleg az idősebbek, de azt mondom, hogy a fiatal korosztályból is sokan nem fogják vállalni, mert azért 25 kilóssal dobni kalapácsszerűen az eléggé embert próbáló. Hölgyeknél is a 12,5 kiló az eléggé embert próbáló, tehát ilyen szempontból beszűkül egy kicsit az egész. Na most az, hogy ki melyiket kedveli, az általában az, hogy milyen dobó volt előtte, az határozza meg, és így nagyon sokan, akik mondjuk antidiszkosz dobtak, és diszkoszvetők voltak régebben, azok nem jönnek, mert ez nem nekik való. Itt ezen a versenyen lesz M14-15 éves, tehát a 14-15 évesek is lesznek, de lesz 85 éves is, és szinte minden korcsoportból van egy-két versenyző. Van, ahol többen vannak, van, ahol kevesebben. A hölgyekönél ott kevesebb a versenyző, mert ez a nehézszeres, ez kevesebbeknek fekszik. A versenyzés, mint hallhattuk, nem volt korhoz kötve. A 85 éves János egy sportsérülés miatt választotta ezt a mozgásformát, mint mondja, a mai napig heti 3-szor edz, és a versenyek rendszeres résztvevője. Nem tudtam focizni, mert kijárt a térdem, a jobb térdem, és hát elmentem atlétizálni. De hát ott az edző azt mondta, hogy az alkatomnál fogva én futó úgyse leszek, ezért javasolt a kalapácsvetést. Nagyon örültem ennek az ötletnek, mert még abban az évben ősszel megnyertem a megyei fiúbajnokságot. Nem érzem jól magam, ha nem tudok elmenni az edzésre. Rossz az idő, vagy valami külső körülmény van, de megoldom, hogy azért az edzés az meglegyen. A dobókörből való kilépés érvénytelenné teszi a gyakorlatot. Ági, a Tamási Tambau Atlétika Egyesület versenyzője törekedett a helyes kivitelezésre.
Alapvetően ez a mai nap egy ilyen kalapácsos nap, tehát kalapácsvető három próba, ingmándi kalapács, és ugye a történelmi nehéz súlyvetés is egy kalapácsvető technikával történik, csak a olimpiai 4 kilós szer helyett 12,5 kilós szerrel. Alapvetően ugye a Tamási Egyesület igazolt versenyzője vagyok, úgyhogy ha kalapácsra készülök, az érzőmében állatok történik itt Tamásiba, illetve azért a nehéz szerekkel otthon is tudok készülni. Konditermi munka az alapozási időszaknak az ömét teszi ki, tehát az inkább a téli, azért ebbe az időszakban is azért heti kétszer azért minimum illik lelátogatni a konditerembe is, de ilyenkor meg a technikai része a domináns, illetve pont azért jók ezek a versenyszámok, mert hogy speciális erősítésre a nehezebb súlyjal való készülés az tökéletes. Ugye, amikor elkezd kalapácsvetésre készülni, azért egy fél évet, egy évet elkíséri az életét a szédülés, de ilyenkor már abszolút nem. A jó hangulatú LSV-VTC speciális dobószámok országos bajnoksága zökkenőmentesen zajlott le Tamásiban.